édesanyám főztje. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pór Tünde szerkesztő vagyok. Helyei László színművészhez látogattunk most el, hiszen több forrásból úgy értesültem, hogy nagyon jól főz és szeret is főzni. Honnan van ez a főzési gyakorlat, vagy ez a kedvelése a főzésnek? Az egyszerű konyhához értek. Hogy honnan ered? Igazából onnan, hogy nagyon sokat voltam a nagyszüleimnél Szegeden, és a nagymamám nagyon finomakat főzött, de nagyon egyszerű ételeket, amiket általában én is csinálok. Ugyanezt a tehetséget örökölte az édesanyám is, noha mi csak többnyire, már amire visszaemlékszem, ugye mi bölcsődébe napközibe jártunk, bölcsődébe óvodába, napközibe, később majd gimnáziumba, menzára, mivel nem volt még szabad szombat, tulajdonképpen csak vasárnap főztek a szüleim, illetve az édesanyám. Olyan ízeket varázsoltak, nagyon egyszerű ételekből, mint gondolok egy paprikás krumplira, vagy egy spenótra, vagy egy kelkáposzta főzelékre. A főzelékek az egy külön téma az életemben, mert én nagyon főzelékes vagyok. Valamelyik húgom mondta is, hogy na, a Lacika az esküvőjén kelkáposzta főzeléket fog enni fasírtal. Ez volt a kedvencem, de egyébként minden főzelék, talán a menzán a saláta főzeléket nem szerettem. És úgy volt nálunk, hogy egy nagyon kis lakásban laktunk a vízivárosban, egy szoba halos lakásban 6-an, 4 gyerek és a 2 szülő, és a vasárnapi ebédnél segédkeztünk is, már amennyire abban a mini konyhába be lehetett férni, meg úgy mondtuk, nyalakodtunk, tehát ha valami tortakrémet kivert az édesanyám, akkor kikevert, akkor aki kikeverte, illetve aki kevertetett velünk, aki kikeverte, az kinyalhatta a tálat, szóval. És közben az ember óhatatlanul elleste azokat a fortélyokat, hogy hogy készül egy húsleves, hogy készül egy főzelék, hogy készül egy palacsinta. A palacsinta tészta, azt nagyon hamar megtanultam, és amikor beteg voltam otthon iskolás koromban, akkor összetudtam ütni magamnak. Ez nem egy bonyolult étel, ugye mi kell vele? Tojásó, liszt, kis víz. És én nagyon szerettem az üres palacsinta tésztát, úgyhogy akkor sütöttem magamnak. De ugyanígy ellestem a rakott krumplit, a főzés az nem egy olyan nagyon nagy tudomány. Én mindig megrökönyödve vagy elhűlve olvasom, hogy férfiak nem mit, csak egy teját sem tudnak megcsinálni, hát én azért ezeket nem nagyon tudom elhinni. A főzés maga a piacon kezdődik, ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Ezt már az ember, mikor felnőtt, tudja, amikor már egyedül vásárol, és nem a nagymamája mellett totyog és fogja a kosárfülét. És akkor én megnéztem, miket vásárol össze, nekem is leesett egy-egy alma, egy-egy gyümölcs, és aztán otthon láttam, ahogy készíti a mondjuk a spenótot, és azt ellestem akaratlanul is, meg kell dinsztelni, tej kell vele, fokhagyma kell, én általában tejbeáztatott zsömlét is teszek bele, azzal sűrítem, és egy nagyon vékony kis dinszteléssel, rántással csinálom. De mondom, innen ered, hogy ellestem a nagymamámtól és a édesanyámtól, nagynénémtől, keresztanyámtól is. Később pedig, amikor már felnőtt lettem, én nagyon hamar házasodtam, főiskola előtt, 21 éves voltam, és nagyon hamar jöttek a gyerekek, étteremben nem tudtunk járni, így aztán maradt az, hogy az ember összeszedte a tudományát, amit tudott. Emlékszem, az első otthon főzött ételünk az albérletünkben, az első feleségemmel az rakott krumpli volt. Na mondjuk az egy kedvenc eledelem, azt a mai napig is gyakran csinálok. Hát ennél egyszerűbb étel nem nagyon kell, általában rakott dolgokat nagyon szeretem. Azt még itt hangsúlyozom a rakott ételeknél, hogy noha ma már kedvenc eledelem, és már elég régóta, a rakott kell, mind a családnak is, szintén kedvence. De gyerekkoromban az volt az egyetlen olyan illat, amit valamitől nem szerettem. Egyszer csak elmúlt ez az irritáció, és az egyik kedvenc eledelem lett, úgyhogy így. És otthon a nyári szünetben mi volt az, amit még így elsajátított a nagyszüleitől, nagymamától, nagypapától, amiket úgy érez, hogy tőlük vett át? Egyébként ez nem úgy volt, hogy én nyaralni mentem le. Nekem volt a tüdőmmel egy kis baj gyerekkoromban, és akkor levegőváltozás miatt ajánlották, hogy ne a fővárost, hanem a szegedi levegő az majd jót fog nekem tenni. És így nem csak a nyári szünetben voltam ott, hanem így hosszabban évközben is. Miket lestem el tőlük? Hát egyrészt deklasszált elemek voltak. Tehát a nagyapám egy ezredes volt az első világháborúban, mint hortista ezredes is 30-as években, amíg le nem szerelt, és aztán mint nyugdíjas ember kendergyári segédmunkás volt Szeged környékén, de őt ez egyáltalán nem viselte meg. Tehát ezredesi lakásban lakott, ami egy komoly 3 vagy 4 szobás lakás volt Szeged belvárosában, azt társbérletesítették, közös volt a konyha, közösek voltak a lakók, közös volt a fürdőszoba, nagyon jól megvoltak egymással, és én soha nem láttam idegeskedni, nekem
tized annyi bajom nincs, mint neki, ilyen nagy formátumú. Én idegroncs vagyok, szóval én a legkisebb igazságtalanságtól megzavarodok, vagy amit annak vélek. Ő nem, egy panaszót nem hallottam, sokat voltam náluk, pedig mondom, és összejártak rendszeresen, kártyáztak apró pénzdarabokba, ilyen, volt még ilyen lukas kétfiléres, az fő volt fűzve egy ilyen kis deszkalapon lévő szögre, és rendszeresen egy héten talán egyszer vagy kétszer tarokkoztak régi baráti társaság. Sokat jártunk ott Szeged környékén kirándulni barátokhoz, mondom, a domtéri templom az ilyen volt, meg a temető. Úgyhogy türelmet, béketűrést, szeretetet, önzetlenséget, ilyeneket tanultam, kaptam tőlük. Máig is ők az én etalonjaim, persze a szüleim, a nagynéném keresztanyám mellett. Kicsit visszatérve most a szüleihez, mik azok az értékek, amiket tőlük vett át, amire úgy érzi, hogy a saját családjában is erre törekedett, hogy ezt tudja megvalósítani? Hát nézze, a tisztességet azt mindenképpen, meg a becsületet, igazmondást. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ember nem esett bele gyerekkorába, vagy nem esik bele ilyen gyarlóságokba, hogy mellé beszél, hazudik, kompromisszumot köt, amit persze kell is, de azért alapvetően tisztességet, és azt, hogy az ember az igazáért álljon ki, a segítséget, tehát az odafigyelést másik emberre. Szóval ilyen alapvető magatartást. És emlékszik esetleg olyan karácsonyra, vagy húsvét ünnepre, vagy bármi más család ünnepre, születésnapra, ami megmaradt önben, amikor ott körülülték a nagy család az asztalt? Hát nálunk rendszeresek voltak a családi összejövetelek, amíg itt egy távoli rokonom, édesanyámnak az unoka testvére, akkor ő még az 50-es, 60-as években, még a 70-es évek elején is rendszeres családi találkozók voltak egy évben egyszer mindenképpen, ami jelentett egy ilyen 40-50 főt, valamelyik étterembe elmentünk, és akkor a gyerekek, nem tudom én, kaptak valami bambit, felnőttek meg ottan, sörözgettek, borozgattak, és sóskifli meg pogácsa, ilyen egyszerű ételek mellett, családi összejövetelek. Az ünnepek, azok mindig nagyon meghittek voltak nálunk, mind a karácsony, mind a húsvét. Az illatot soha nem lehet elfelejteni, ami mind a karácsonyból, mind a húsvétből árad. Mindegyiknek van egy jellegzetes illata. Húsvétkor a tavasz, olyan virágos volt a húsvét. Nagyon meghittek voltak, szegények voltunk már, mint anyagiakban, tehát az ember karácsonyra kapott egy kesztyűt, mondjuk az nagy dolog volt. Többnyire könyvet, úgyhogy nem voltunk így elárasztva játékokkal, ami szerintem elég nagy baj, ebbe én is beleestem minden gyerekemnél, hogy mindig adni kell valamit, és persze nem túl lépve a kereteit, tehát mondjuk ilyet is apámtól tanultam, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, való igaz. De ez a szegénység már, mint hogy anyagilag nem voltak olyan gazdagok a karácsonyok, azért mindig nagyon szépek és meghittek voltak. Hát egyrészt az, hogy együtt a család, kint kellett várakoznunk a fürdőszobában, be volt fűtve, hogy ne fázzunk, és akkor csöngettett, vagy az apám, vagy az anyám, de ugye a Jézuska, és akkor bementünk, énekek, ajándékozás, igen, nagyon szépek voltak, ezt igyekeztem átörökíteni is. Hát most, hogy a gyerekek már kirepültek, igaz, a legkisebb fiam, aki 28 éves, ő még itthon van, így hármasba szoktunk szentestézni, és aztán másnap megyünk látogatóba. Amikor megtudták a szülei, hogy felvételt nyert a főiskolára, és hogy színész lesz, akkor ezt hogy fogadták? Nézze, ők nagyon boldogok voltak, mert engem hatodszorra vettek fel, tehát én nekem volt 5 sikertelen kudarcom. Igazából soha nem beszéltek le a pályáról, a sok kudarc ellenére sem, és a munka mellett én ugye sokat dolgoztam ez alatt az 5 év alatt, amíg nem vettek föl. Mindenféle munkát voltam, kulisszatologot a Víg Színházban, laboráns, anyagbeszerző, pincér a Kárpátiában, sok mindent csináltam, és nem mellékesen felvételt nyertem 2 évvel az érettségi után az úgynevezett Universitás Együttesbe az egyetemi színpadon, ahol szintén komoly felvételi volt, és ez egy nagyon komoly művészeti intézmény volt Budapesten.
Én az Univerzitás tagjaként 3 éven keresztül intenzíven játszottam, és próbáltunk, mit tudom én, éjjel 10-től reggel 3-ig, 4-ig, és 7-8-ra mentem valahova dolgozni. Tehát egyrészt fiatal voltam, és bírtam. Úgyhogy az én művészi ambícióim így az egyetemi színpadon tulajdonképpen kielégültek, de természetesen készültem minden évben a főiskolára, noha mindig ugyanazzal az anyaggal, és különösebben nem próbáltam rá, átismételtem, hogy mégis belenesüljek. És gyanítom, hogy nem voltam én tehetségesebb 6-szorra sem, talán valamennyi kis színpadi rutint az egyetemi színpadon szerezhettem, de az egy egész más jellegű dolog, mint amit a főiskolán elvárnak. Ott szeretik a szűz gyerekeket, akiket alakítani lehet. Én meg elég érett voltam már a fiatalon is, elég határozott hanggal és karakteres arc, hatalmas orr, vörös haj, szóval ilyen mindenféle kuriózum, ha úgy tetszik. És akkor mindig jött a tavasz, akkor elmentem, és most, hogy elunták, vagy azt mondták, hogy na, ha ennyire akarja, akkor íme. Még mielőtt betöltöttem volna a 23. életévemet, mert 22 év volt a korhatár a főiskolán. Úgyhogy az utolsó pillanatban vettek fel, és meg kell mondjam, fantasztikus dolog volt újra diáknak lenni, már családapaként, és elég sokan voltunk, akiket több egyszerre vettek fel az évfolyamon, de főleg az osztályomban, és aztán sok fiatal volt, aki érettségi után bekerült a főiskolára, úgyhogy egy ilyen jó osztály is voltunk, meg jó volt ez a vegyülés a korral, a két kor, mert azért 18 és 22 év, az a 4 év ilyenkor nagyon sokat számít. Hogy meghívja a barátait egy vacsorára, vagy egy közös grillezésre, akkor mi az, amit készít nekik, mi az, ami tudja, hogy biztosan ízleni fog? Hát volt nekem olyan meglepetésem, hogy a nagyfiam, a Kristóf, aki most már 38-39. Évében van, amikor ő nősült, akkor tudta, hogy szeretek főzni, és mondta, hogy és gulyásokat nagyon szeretek csinálni. Én persze, mivel nekem nincs nyaralom, így vendégségbe szoktam menni, és akkor megengedik, hogy főzhetek, illetve meg is kérnek rá, hogy főzzek, üssünk össze valamit. És a fiam kérte, hogy apa, éjfélkor a te bogrács gulyásodat szeretnénk enni, és kérdezem, hogy hányan lesztek? Hát mondtam, 100-an, 120-an. Na most, hát ilyen nagyban még nem főztem, megmondom őszintén. Még szerencsé, hogy volt ismerős hentesem, aki elkészítette a húsokat, tehát fölkockázta. Én bevásároltam, de fölkockázta, volt egy segítségem a zöldségekre, meg a krumplira, mert ez egy iszonyú mennyiség. És ami a legrosszabb, mert főzni azért főleg szabadban, de azt hiszem a konyhában is úgy lehet, hogy az ember közben mindenféle nedüket kortyolgat, és itt most nem a málna szörpre gondolok. Ez esküvő volt, és hajnalba kezdtem Csillaghegyen egy kertes házban főzni, és nem ihattam, mert este előadásom volt, játszottam az Új Színházban a Rettenetes Szülők férfi főszerepét, és közben nagyon nehéz volt, mert ott jöttek mindenféle elegáns urak és hölgyek, a fiam barátai, barátnői, jöttek üvegekkel, poharakkal a kezükbe, hogy kínálgattak, miközben ott főzök, és hát nagyon módjával egy-egy kortyot mertem csak belenyalni, mert hát, hogy este azért össze ne akadjon az ember nyelve, meg észnél legyen, úgyhogy az egy nagyon nehéz, de nagyon sikeres mutatvány volt, hogy mikor éjjel visszaértem az előadás után, mert természetesen a színházban is megünnepeltük az esküvőt, így aztán éjfél után keveredtem vissza az esküvőre, és meg se tudtam kóstolni, mert én nem kóstolok általában a főzés közben. Másokat megkérek, hogy kóstolják meg, de én nem, mert nekem tele van az orrom illatokkal, az ízek is beszivárognak, úgyhogy én nem kóstolok, más megkérek rá. De én mondom, mire visszaértem már, úgy elfogyott, hogy ki volt tunkolva legaljáig, még talán a zománc is feljött, bár nem zománcos volt. De szóval nem tudtam megkóstolni, de ezek szerint mégül is mi egy szakácsnak a sikerélmény az, ha elfogy a kaja. Egyébként mi a kedvenc étel a rakott krumplis és spenót mellett? A rakott dolgok, levesek, már említettem a rakott kert, ezt például most hétvégén csináltam, gulyásleves például, húslevesek, zöldséglevesek, főzelékek, általában főzelékeket nagyon szeretem. El kell mondanom, hogy be kell vallanom, hogy azért én nem csak kútfőből főzök, van amit kútfőből, de én rengeteg szakácskönyvet használok. Vannak ezek a klasszikusok, hogy Horváth Ilona, meg szoktam kapni ajándékba. Én különleges ételeket így nem szoktam csinálni, tehát ilyen tengeri herkentyű, ilyen és olyan körettel, szóval ilyeneket nem tudok. Egyszerű ételeket, egybesült húsokat, pörkölteket,
Általában magyaros konyha, mondhatom így, azokat nagyon szeretem. Ami nem könnyű egyébként, de nem ördöngösség. Tehát azt hiszem, hogy a főzés az azt gondolom, hogy kicsit művészet, alkotás. Tehát egy étel az egy alkotás. Nem csak a tálalási része, hanem egy hosszú folyamat, mint említettem, hogy a piacon kezdődik, és akkor ugye én általában mindent magam csinálok, sőt, néha megkérem, mikor nagyobb családi összejövetel van, hogy segítsenek be krumpli vagy zöldségpucolásba, de egyébként úgy mindent magam szeretek csinálni, mert koncentráció kérdése is, miközben egy laza tevékenység, tehát közben szól a rádió, vagy szól valami zene, vagy memorizálok valamit éppen, amire készülök. Emlékszem, egyszer meghívtak, sőt már többször televízióba, hogy főzzek. És ott közben csacsogni kellett volna. Na most én így a konyhával kim vagyok, és a családommal tudok kommunikálni főzés közben is, de így pódiumon kitálalva az nyersanyagok, és főzek, és közben sztorizzak, az például nekem egyáltalán nem ment. Tudom, hogy akkor én leállok, akkor sztori, aztán folytatom a főzést. Így. És mi az a másik recept, amit most nemrég fedezett fel? Amíg itt közbeszúrom, hogy nagyon szeretem. Például a lecsó az egy olyan étel, amit minden nap ennék, de most egyelőre még olyan drága, remélem lesz olcsóbb is, bár amikor az asszály nem biztos. Lecsó az egy nagyon finom eledel, azt mindenféle formában, legszívesebben magába szeretem, tehát se tojás, se rizs, nem kell bele nekem, ugye a családnak külön is szoktam csinálni, mert ők tojással szeretik, én csak magába. Kaptam egy szakácskönyvet, hogy egy tál ételek, és én forgattam, nézegettem, és találtam benne egy olyat, hogy bakonyi apró pecsenye. Na most az ember sokféle apró pecsenyét ismer, meg a bakonyiról mindig az jut eszébe, hogy az általában tejfölös. Na most ez egy szintén nagyon egyszerű étel, és mondom, hangsúlyoztam, hogy én kottából főzök, tehát szakáskönyvön, na ezt már nem, mert ezt már megtanultam. De amikor megláttam, megcsináltam, szintén lapocka, mert szaftosabb hús, kis kockákra fölvágva, olajon megfuttatva, bele egy kis fokhagyma, apróra vágva, gomba, zöld borsó, mikor már a hús persze egy kicsit megpirult, tehát maga a hús megpirult, akkor jönnek ezek a fűszerek, és bele a zöld borsó, a gomba, mert ezek elég hamar elkészülnek. Egy-egy szem paprika, paradicsom, cikkekre vágva, paradicsom természetesen meghámozva, és akkor ebből lesz egy finom ragú, és utána már csak az van, hogy a krumplit kisütjük kockára, egy tálval leterítünk salátaleveleket, rá ezt a leszűrt, frissen sült res burgonyát, és akkor ennek a tetejére a ragút, és akkor ki hogy szereti cicamázni paradicsom paprika karikákkal. Ez a bakonyi apró pecsenye, ez egy, mondom, egy zöldborsos, gombás, fokhagymás, hihetetlen ízkomplexum, tehát ez nagy sikerű kaja szokott lenni a családban, és nem egy bonyolult étel tulajdonképpen. Most még amit szerettem volna magának megmutatni, bár a rádióhallgatók nem látják, de a nagyapámtól, akit említettem, itt van egy szakácskönyv, ezt én örökségül kaptam, mert már nem élnek sem a szüleim, sem a keresztanyám, és ezt ide írt az én nagyapám, hogy a drága jó kis Aliszkámnak, az édesanyám, húga, keresztanyám, szeretette apu, Szeged 1942. október, 42. október, a születésnapjára kapta, azt hiszem, hogy 18-ra, igen. Ez egy 50 ebéd, felelet mit főzzek kérdésre, írta Kapitán Mária, magyar királyi gazdasági tanárnő, ez a harmadik kiadás, 34-ben szerző kiadása, és a nagyapám, hogy ő gépelte le, mert ő tudott gépelni sok minden mellett, hogy ezredes volt, ő intarziázni tudott, öt nyelvet beszélt, jogász doktor volt, szóval nagyon kultúrember, és hogy valószínűleg ő legépelte és beköttette a keresztanyámnak. Na ebbe is szoktam belenézni, mert nagyon sok olyan étel van, amire én gyerekkoromból emlékszem, de mondjuk nem csináltam. Például volt egy olyan zsemlegombóc leves, ami egy biztos egy egyszerű, benne is van ennek a receptje, csak valahogy még nem került rá sor. Sok olyan kaja van benne, amit egyébként meg lehet találni más címszó alatt a mai szakácskönyvekben is, például van ez az úgynevezett, emlékszem, ez egy ilyen édesség volt, ördög pilula, lakatosinas néven egy ilyen finom, könnyű tojás habos eledel, ilyen fahéjas cukorba megforgatva, az gyakran volt nálunk ilyen hétvégeken, de most a gyakran alatt azt kell érteni, hogy mit tudom, egy évben háromszor, tehát így értem.
olvassam fel az ördög pirulát. 4 deciliter tejet tűzhöz teszünk, beleadunk 4 deka vajat, és a forr gyorsan beleöntve belekeverünk 16 deka lisztet. A tűztől elvéve kihűtjük. Hozzá keverünk 4 deka cukrot, kevés sót, 2 egész tojást egyenként, és még 2 tojás sárgáját, és végül 2 tojás habját. Ha kész a tészta, pár órát pihen, szebben sikerül. 50 deka zsírt forrósítunk, abba kanállal diónagyságú gömböket szakítva, nem túl gyorsan sütjük a tésztát. Az edényben a zsír legalább 4 cm magas legyen. A kisült tésztát csokoládéval meghintjük. 2 szelet csokoládé, 5 deka cukor. A sütés után megmaradt zsírt főzelék vagy leves elkészítéséhez használhatjuk fel. Úgyhogy ez például egy nagy kincs, és majd, bár már nyugdíjas vagyok, de még azért mindig nincs időm annyi, mint amennyit szeretnék magamra. 5 unokám van, és hát azért rohangálunk, segítünk, ahogy tudunk. A kicsiknek az ellátásában, hogy a szülők nyugodtabban élhessenek. De majd azért ebből nézek én ki, nem véletlen van elől, hogy milyen finomságok vannak. Alig várom az alkalmakat. És főzött már együtt unokájával? Nem, ők még nagyon picik. Bár a legkisebb unokával, Fülöp, aki 3 éves lesz októberben, mert azóta van már egy újabb gyerek, aki májusban volt 1 éves, az András. A Fülöppel a múltkor rántotúst csináltam, mikor itt volt nálunk, akkor kloffoltuk, az már az ebédnél volt, reggel, amikor csináltam neki a katonákat, ez is a nagyszüleimtől van az emlék, hogy ilyen kis katonákat csináltak a kenyérszeretből is, vagy zsírral, vagy vajjal, vagy szalonnával, amit nagyon szerettem. Most is császárszalonnás katonákat csináltunk, és fölállt kis Sámlira, és vágta a szalonnát, persze fogtam a kezét. Igen, ennyiben főztem együtt, de még komolyabb ételt nem, hát még azért ők picik. Megmondom őszintén, barátaim is, amikor főzünk közösen, de én azt nem nagyon szeretem, mikor belekotyognak a főzésbe. Megmondom őszintén, az egy olyan szóló alkotás, ez olyan, mintha amikor a színésznek a főpróba után, a házi főpróba után, ami annyit tesz, hogy a kollégák már láthatják, de a közönség még nem, és akkor jönnek, és mindenki mondja, hogy ő hogy csinálná, szóval a tanácsok tömkelege. Hát ez ember ezt nagyon hamar megtanulja, hogy bólogat rá, és már ment is ki a másik fülén. De most a főzéssel ugyanígy vagyok, nem szeretem, ha belekotyognak, sőt, akkor nagyon szívesen, és eléggé, mondom, hogy parancsolt csináld, mert én nem szeretem, én sem szólok bele másnak a művészetébe, ha szabad így mondanom. Mikor a legboldogabb? Hát talán akkor, amikor együtt a család, az mondjuk nagyon fontos. Ez most volt nemrég, mert én magam voltam májusban egy bizonyos korú, 61 éves, és a legkisebb fiam pedig május végén volt 28 éves, és ezt most közösen tartottuk, és együtt volt az összes gyerek, az összes unoka. Kicsit elmosta az eső, úgyhogy a kertből beszorultunk a lakásba, de na, ezek nagyon-nagyon szép ünnepi pillanatok, ezeket nagyon szeretem. A legjobban talán ezt szeretem, ekkor vagyok a legboldogabb, amikor együtt a család, igen. És ez valóban így van, ezt nem tudja pótolni semmilyen színházi vagy szakmai siker, mindaz, hogy az ember a családját egyrészt jól tudja, tehát, hogy egészségben, és főleg az, hogy ebben az elég rideg világban, hogy így összejárunk és tartjuk a kapcsolatot. Édesanyám főztje című műsorunkban Helyei László színművésszel hallhattak beszélgetést. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Pór Tünde.